Önkéntes megmozdulásunk, vagy minden önkéntes projektünk, programunk legfőbb célja, hogy értéket teremtsen ott helyben a helyi közösségekkel, közösen vagy a helyi közösségek érdekében. Több mint 10 éve tudatosan építjük az önkéntesség kultúráját az OTP Bankon belül. Ma ott tartunk, hogy minden 5. OTP-s minden évben megmozdul valamilyen önkéntes program vagy projekt keretében. Egy évben 2-szer hirdetünk a munkatársaknak, a munkatársi csoportoknak belső pályázatot. Körülbelül 30-35 projekt nyer el anyagi támogatást. Nekem mindig az az érzésem, hogy nagyon jó összekovácsoló ereje van, közösségképző ereje van az OTP-sek között. A bank egyik alapítványa, a Humanitás Szociális Alapítvány nagyon sokat segít nekünk abban, hogy tudatosan tudjuk növelni, javítani az önkéntes projektjeink hatékonyságát. Van egy nagyon nívós belső elismerésünk, a Felelősséggel Egymásért díj, amit minden év végén a bank teljes nyilvánossága előtt egy magasrangú vezető ad át. Kiemelhetem, hogy bankuk önkéntességi szempontból legaktívabb csoportja a Contact Center. Ők többször elnyerték már a Felelősséggel Egymásért díjat, és idéntől ők bankon belül az önkéntesség nagykövetei címet is viselik. A működésünk része önkéntesnek lenni, és alapvetően már nem keressük a lehetőséget, mert számos olyan helyzettel szembesülünk, ahol bármilyen segítség el kell. A mottónk talán lehet ez, hogy hiszek a csapatomban, hiszek magamban, és hiszek abban, amit csinálok. Rengeteg programunk van, nagyon sokat járunk kórházakba, gyermekklinikára, sokat járunk óvodákba, iskolákba, edukáló folyamatokban veszünk részt, hajléktalan szállókon tevékenykedünk, gyűjtünk, nagyon sok ruhagyűjtésünk van, tanszergyűjtésünk, rajzeszközgyűjtésünk, és mindig kiderül, hogy milyen erősségeik vannak, amiket egyébként a mindennapi munkavégzés alkalmával nincs lehetőségük kihasználni. Azt gondolom, hogy önkéntesnek lenni egyfajta hitvallás, hogyha az ember egyszer elkezdi, akkor nem tudja abba hagyni. Olyan, mintha függő lenne, és folyton tenni szeretne, de úgy tenni, hogy szeretetből, szívből jövően ad, és másokon segít.